Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az elmúlt napokban a fehérvári beszélgetésekben kísérletet tettünk arra, hogy körbejárjuk a balett hazát, megismerjük Rómeó és Júlia egyedi tánccsodáját. Egy valami bizonyosan kiderült az eddigi beszélgetésekből, hogyha a színházi lét egy szép csokor, akkor a balett mindenképpen a bokréta rajta, mondom én. Ma esti vendégeim pedig Láposi Réka, a Balett Színház produkciós menedzsere. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Krisztina Porrez Mormeneo, akit Júliaként köszönthetünk a Rómeó és Júliából, és természetesen, mint balettmesterként is megszólítatik. És Egerházi Attila, a Balett Színház igazgatója, koreográfusa és rendezője. Ez pedig azért ez a hármas egység, mert ez egység nyilvánvaló, hiszen a mai napon nem csak a Rómeó és Júliáról beszélünk, hanem hát idestova egy esztendeje, hogy megérkeztetek Székesfehérvárra, és a furcsaságoktól a Rómeó és Júliáig nagyon sok örömöt szereztetek ebben a műfajban is a székesfehérvári színházbarátoknak. No, ez pedig nekem a parancsszó tükre, az akarj többet. Tehát amikor elhatároztad, hogy balettszínházat csinálsz Fehérváron, az egy nagy döntés. A pályafutásodat ismerve a nagy döntések híve vagy, és általában jól döntöttél. Az beköszönésed áprilisban volt, 2018-ban, már világosá tette számunkra, hogy bizonyos értelemben óriási változások várhatóak. Mármint abban az értelemben, hogy a székesfehérvári kultúra szerető embereknek meg kell tanulniuk egy új műfajt, és ebben a tanítómesterük pedig nem más, mint te leszel. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy ismét itt lehetünk. Ez nem egy one-man show, azt az elején szeretném leszögezni. Mindenféleképpen én csapatjátékosnak érzem és gondolom magam, hiszen eleve egy balettársulat, benne van a nevében, hogy társulat, az egy csapatot jelent, de nem csak a színpadon látható embereket jelenti, hanem a színpadon nem látható, kulisszák mögött nagyon keményen és nagyon nagy szakértelemmel dolgozó embereket is, ezért ez a hármas egység, amit említettél, hiszen Réka is ennek a csapatnak a része, és még a többi munkatársaink is. Mi ezért egy kis létszámú hadtest vagyunk, tehát nagyon sok feladat rovódik minden egyes tagra. Mi azokra is, akik a színpadon vannak, azok, akik a színpad mögött segítik a társulat munkáját, de valóban én azt gondolom, hogy művészemberként, vagy alkotóemberként, vagy társulatvezetőként számomra az az izgalmas feladat valami olyat alkotni, olyat létrehozni, ami korábban még nem volt. Ez igaz koreográfiára, darabra is, és egy társulatra is, és ez egy nagyon nagy kihívás volt számomra, számunkra, azt gondolom. És nagyon fontos, itt megragadom az alkalmat, hogy azt elmondhassam, hogy az egyik elsődleges és alapvető feladatomnak tekintem azt, hogy megismerhesse Székesfehérvár közönsége ezt a csodálatos műfajt. Ez egy színházi műfaj. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a balett a mi nevünkben semmiképpen nem műfaji meghatározás jelent. Tehát amikor azt mondjuk, hogy balett, akkor nem a klasszikus balettra kell és azokra az attribútumokra gondolni, tüttűs, picipő, kékre világított világ és a balettra jellemző sztereotípiák, hanem nagyon is újat kereső színház, létrehozó tánccal, mozgással színházat létrehozó műfaj ez, élő műfaj, ami mindig fejlődik és alakul, viszont a klasszikus balett értékeit megőrzi és használja a technikájába. És ez a feladat, hogy ezt megismertetni, ezt a csodálatos színházi műfajt, táncszínházi műfajt a közönséggel, mert már bár ugye sokan ismernek bennünket, de még mindig nem elegen. A Krisztinától kérdezem, hogy az imént elmondottak tükrében a társként, illetve társulat tagjaként hasonló gondolatokkal érkeztél? Hiszen ez egy abszolút új helyzet. Valahol meghonosítani egy eddig, azt mondom, hogy alig-alig ismert műfajt, az egy óriási kihívás. Hát igen, muszáj itt gondolkozni. Sokszor ugye van külön táncos statusz, amit a szolista, kard, vagy demiszolista,
és sokszor Attila mondja, hogy mindenki egy szolista az együttes, nem azért, mert kap valaki egy szerep, vagy nem. Mi úgy dolgozunk, hogy mindenki nyomja végig a limit, tényleg a határig dolgozunk, és ha nem csapat, ha nem családi érzünk együtt, akkor elég nehezen tudunk fejlődni együtt, mert ez segítünk egymás, és szerintem nagyon fontos, hogy itt érkeztünk, és itt folytatjuk, hogy itt megyünk tovább. Ég a családtag lettél hirtelen néven, és hála Istennek, hogy ismét itt, és itt vagy köztünk. Ugye a színházi pályafutásod befejezését most hagyjuk, de nagyon-nagyon fontos volt, hogy maradtál abban a közegben, legfeljebb más a műfaj, amely azt hiszem, hogy éltet mindig. Milyen gondolatokkal fogadtad a felkérést, hogy segíts abban, hogy meghonosodjék valóban ez a fajta táncszínház, amit Egerházi Attila, Krisztina és a többiek megálmodtak? Nagyon fontos volt nekem is az, hogy színház, ez is színház, egy másik oldalról megközelítve. Örültem nagyon ennek a lehetőségnek, és annak is, hogy Fehérváron maradhattam ezáltal. Nagyon jó érzés. Én azt gondolom, hogy alapvetően nyitott személyiség vagyok. Megmondom őszintén, túl sok mindent én sem tudtam a balettról, nagy tapasztalataim ez ügyben nem voltak. Táncszínházat viszont korábban is már nagyon szerettem. Úgyhogy álltam elébe, vártam, hogy hasson rám valahogy, és hat. Tehát, hogy ezt mindenkit biztatni tudok, hogy nézze meg. Bízzon a, nem is tudom, az ösztöneiben, vagy nem tudom, csak az érzékeiben azt hiszem, és akkor el fog érni a célját a balett, mert tulajdonképpen minden művészeti ág ugyanazt akarja, valamit adni akarunk, valamit kifejezni akarunk, mint művészek, valaki másnak, aki azt nézi, mi csinálunk valamit, és így közösen megfejtjük a világot valahogy erről. A fontos a jelzős szerkezet szerintem, hogy jó, hiszen azt tudjuk, hogy a kulturális dörzsfelület középpontja a színház. Igen, mindenféleképpen. És a balettszínház, a táncszínház pedig egy különleges lehetőség arra, hogy megtanuljuk azt, amiről csak álmodunk. Mert színházat játszunk a köznapi létünkben is, viszont keveset táncolunk, úgy meg egyáltalán nem, ahogy... Igen, nagyon nehéz kérdés, amit mondasz, mert valójában ki dönti el azt, hogy hol kezdődik a tánc. Például ahogy te most ott ülsz, vagy ahogy én ülök, vagy a Réka, vagy Krisztina ül, vagy ahogy most én ugye a gesztusokkal is beszélek, ez tánc. Ennek is megvan a maga ritmusa. Az egy attitűd, az egy póza, hogy te ülsz. A műsorvezető pózába tetszeleksz, úgymond, mint amikor ugye 14. Lajos felemelte hátul hajlítva ilyen ügyetlenül a lábát, és azt mondta, hogy én vagyok Merkur, és én a Merkur attitűdjében tetszelgem, és körülötte az udvarhölgyek így szaladgáltak, és ők voltak a csillagok. És azóta ezt az attitűdöt, ami korábban Merkur attitűdje volt ugye a napkirálytól, ma már használjuk a balett terminológiában, ez az attitűd, elhagytuk a Merkur. Tehát a tánc az is, ahogy ülsz, ahogy én ülök, ahogy beszélünk, ahogy gesztikulálunk, úgyhogy ez egy nagyon egyetemes nyelv, és ezt mindenki érti. Nincsenek nyelvi határokhoz kötve, és mindenki érzi. Néha nagyon nehéz, hiszen néha én is úgy érzem magam, mint aki kétségbe esettem, émeli azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. Ez egy somjó gondolat. No, de menjünk tovább. A színház csinálásban nincs semmi esetleges, mondom én, a művész motivációja kell, hogy állandó legyen. Hogyan lehet megtartani a motivációt? Mi ilyenkor a rendező feladata, mi a produkciós menedzser feladata, és mi a táncos, a balettmester feladata? Hogy menjünk sorban? Ahogy gondoljátok. Akkor kezdem én, hogy ha megengeditek, a motiváció az nagyon sokféle lehet. Az impulzusok nagyon sokféle helyről érkezhetnek. Például egy koreográfusnak lehet egy motiváció, hogy meglát egy embert, ahogy ül egy széken, vagy ahogy egy ember sétál, vagy egy konfliktus kerekedik az utcán. Vagy meghall egy gyönyörű, vagy pont azért, mert nem gyönyörű, hanem egy erőteljes másként gyönyörű zenét, és a zene inspirálja. Vagy egy történet, amit hall, vagy elolvas, ugye a Róma és Júlia, ez esetben a Róma és Júliánál a Shakespeare-i történet. Nagyon sokféle lehet. Én azt gondolom, hogy egy táncművésznek is a motiváció, hogy miért megy erre a pályára, nagyon sokféle lehet, de ami talán egy, ami közös, az az önkifejezésre irányuló vágy. Én színésznek készültem korábban,
és egy nagyszerű embertől tanulhattam a színészmesterséget a Nemzeti Stúdióba, Bodnár tanár úrtól, és azt mondta az első órán nekünk, hogy csak az menjen erre a pályára, aki, hogyha nem hagynák neki elmondani azt, amit szeretne, akkor az itt jön neki a könyökén. És ez az a vágy, amit ugye koszorús költőnk ír, hogy látva lássanak, megmutatkozni, előadó művészként, alkotó művészként, produkciós menedzserként, része lenni egy csapatnak, adott esetben számomra ez nagyon fontos, szerintem akik itt ülünk mindannyiunk számára, hiszen akkor ezért dolgozunk egy csapatban. A látva lássanak elve. Krisztina? Hát igen, a táncosoknak az, hogy fejlődünk, hogy minden nap jobban tudunk csinálni valamelyik darab, hogy kapjunk szerepet, és nagyon fontos, hogy legyen közönség, akinek tudunk mutatni ezt a fejlődést. Mert az egy motiváció, hogy persze mindenképpen táncolunk, ha üres is, vagy hogy 10 embernek ugyanúgy a szinten szoktunk táncolni, nem kevesek energiával, vagy többet, de az persze nagyon jól motivál, hogy az emberek jönnek és néznek minket, és tetszik nekik, amit mit csináljunk, és hogy minden nap a rúdnál, amikor kezdünk a melegítés, már nagyon erővel csináljuk a... Erőt ad. A mi fajt. Réka? Hát én ugye a láthatatlan ember kategória vagyok a társulatban, ami így is van rendjén. Tehát, hogy engem lenyűgöz az a mérhetetlen nagy munka. Tehát most a szó jó értelmében értem a munkát, hogy művészet ide-oda, iszonyú nagy meló van benne tényleg a táncosok részéről, mindenki részéről. És nem tudom, produkciós menedzserként szerintem valahogy mindig igyekszem a lehetőségét megteremteni annak, hogy a táncművésznek azzal kelljen csak foglalkoznia, amivel tényleg, ami az ő felelőssége, hogy ne ő megy ki a színpadra, ő neki kell fizikailag és lelkileg is amennyire lehet rendbe lenni ahhoz, hogy meg tudjon történni az, amit sok időn keresztül próbált. No, itt Fehérváron, mondom én legalábbis bizonyos vagyok ebben, hogy a furcsaságoktól a blablablát azért sikerült kimondanom, sokat gyakoroltam, és a Boleron keresztül és a Rómeó és Júlia is ilyen lesz, hogy a tánc az egyetlen olyan művészeti kifejezésmód, ami lehetővé teszi, hogy a szavakkal elmondhatatlant megvalósítsuk és kifejezzük. Ezt tulajdonképpen a táncművészet lényegét fogalmaztad. Tehát most ez a lényege. Igen, minden egyes megnyilvánulás. De ez nagyon sok alázat kell. Ugye? Igen. Jól gondolom? Igen, mert az embernek, egy táncosnak saját magát kell legyőznie. Hiszen a hangszere az nem más, mint a saját teste. És ezt kell megregulázni a nap, mint nap. Bármilyen szinten is játszik vele ezen a hangszeren, minden nap, ugyanúgy egy hegedűművésznek vagy zongoraművésznek oda kell ülni a hangszeréhez, és azt nyüstölnie kell. Ezt minden nap nyüstölnie kell ezt a testet, csak ez esetben az a zongorának fáj, ha üti, veri, itt meg a testnek, hogyha ugye azt tréningezi az ember. Tehát ez egy fizikai és szellemi meditációt és alázatot követel meg, és nagy erőkifejtést. Ugyanakkor a koreográfusnak rendkívüli a felelőssége, hiszen azért van határa a fizikai késztetésnek bizonyos értelemben. Hogyan lehet arányt keresni? Kell-e egyáltalán arányt keresni? A fizikai teljesítő képesség és a művészi teljesítő képesség az szerintem kézen foglalja. Így van. Ezt feszegetjük egyébként mi koreográfusok és táncművészek együttesen, mert mindig a határainkat, és ez a cél, mindig a határainkat próbáljuk meg, elérkezünk egy határhoz, és átlépni a következő nap. Ez a fizikai határokra is vonatkozik egy táncosnál. Tehát egy táncos, akivel én elkezdek dolgozni mondjuk az első évben, és akkor azt mondjuk levideózom, és elteszem archívba, és 3 év múlva megnézzük ugyanezt a táncos, jó esetben nem is ismerünk rá, hogy már hol tart, hiszen közösen fejlődtünk, feszegettük ezeket a határokat. Nyilván, hogy amikor dolgozunk egymással, ugye akkor ott nyilván korlátok is léphetnek fel, amik előtt meg kell hajolni, vagy pedig közösen át kell lépni ezeket a korlátokat, és ezen dolgozunk nap, mint nap. És ezt ráadásul az előző beszélgetésünkből még visszatérve rá, ez fontos Krisztinát mindenképpen, hiszen a Júlia csúcs szerep mellett balettmesterként is ott kell, tehát ez két különböző dolog, bár kapcsolódik egymáshoz nyilvánvaló. Hát igen, most először vagyok ilyen nehéz szerep, először táncolok ilyen nehéz szerep, ahol még
kívül is kell, hogy lássan, hogy mi történt, és akkor sokkal nehezebb, ahogy mondtam, most így kapni ezt a szerep, mint ugye, úgyis, ha már táncoltam, mert sokszor úgy kell látnom a darab, és visszamenni, és az nagyon nagy koncentráció. Kint is, bent is, amit nem egyszerű, de segít úgyis fejlődni egy másik irány, ami szerintem nem próbálom határozni, hogy ez majd nehezebb vagy. Réka, a tiéd is egy misszió bizonyos értelemben, egy olyan küldetés, hogy egy ismeretlen műfajt kell meghonosítanod, és ráadásul ehhez önmagában a szép szavak nem elegek, bár értjük, hogy mire gondolok. Tehát igazat kell mondani mindig, viszont ezt úgy tenni, hogy a színház barátok egyrészt megértsék, tetszik, nem tetszik, ez új nekik. Nehéz ez a feladat? Mert most már tehát benne vagy annyira, hogy erről lehet beszélni. Igazából igen, tehát akiben megvan a nyitottság, és elhiszi azt, amit mi képviselünk, hogy a táncszínházat nem megérteni kell, hanem megérezni kell. Aki ezt egyszer kipróbálja, utána már megy, mint a karikacsapás tényleg. Az valóban nehéz munka, hogy az emberekkel elhitessük azt, hogy ez nem úgy balett, gyertek el, nézzétek meg, tapasztaljátok meg. Igen, az nehéz munka, és ez nem is megy. Tehát egy táncművész egyedül nem tud mit tenni, ehhez kell egy marketing csapat, kell, hogy kompakt legyen az egész, különben nem működik. Úgyhogy ezen vagyunk. Na, az út elején. Most vegyük ki a Rómeó és Júliát. Az eddigiek beváltották-e azokat a reményeket, amelyeket ahhoz fűztél, hogy a Székesfehérvár város, a kultúra szerető közönség, a társulat és te magad vártál? Amit a többiektől vártál, és amit önmagadtól? Ez nagyon nehéz most még summázni ezt az eltelt időt, hiszen nagyon rövid idő volt. Ezt mindig relatívan kell értelmezni. Egy balettszínház vagy egy táncszínház esetében évekbe mérhető az, hogy ez fejlődjön. Nem 2-3 évben, ez legkevesebb, ha szabad mégiscsak itt terminálom, 5 évben. Mondjuk már ott már mutatkozik valami. Hát a nulláról indultunk, tehát egy házat kezdünk építeni közösen a városvezetéssel, a csapattal, a közönséggel együtt. Ez egy hosszabb folyamat. Sok toleranciát, sok áldozatot igényel, sok befektetést igényel, mind szellemi, mind fizikai, mind művészi, mind anyagi befektetés sokak részéről, és türelmet. Viszont a türelem mellett, vagy közben egy álhatatos kemény munkát, folyamatos kemény munkát, és hitet bízni abban, hogy majd kidugja a fejét az a növény a földből, és majd terebélyesedik. De, hogy mondjam, mégiscsak azt tudom mondani a kérdésedre válaszul, hogy én abszolút pozitívan látom a jelenünket és a jövőnket is, hiszen ilyen rövid idő alatt eljutni oda, hogy egy ilyen nagy balettet, kortárs táncszínházat színpadra állítsunk, és azt sikerrel tegyük, amire most minden esély megvan, azt kell, hogy mondjam, az azért egy majdhogy nem egyedülálló csoda, illetve sok embernek a munkáját dicséri, úgyhogy mindenféleképpen azt kell mondjam, ez egy nagyon pozitív időszak. No, volt. Akkor most térjünk vissza a Rómeó és Júliához, még van annyi időnk, hogy beszéljünk erről, hiszen nem lehet eleget beszélni róla. Van egy közkedvet, de rendkívül cinikus vélekedés, hogy ugyebár ha semmi nem jut eszedbe, akkor vegyél elő egy Shakespeare darabot. Uh-huh. Ha a balettszínháznál ez a Rómeó és Júlia, vagy a Hamupipőke, vagy a Diótörő, és így tovább. De ez nem igaz, ez kelepce. Ugyanis ez kelepce, egy Shakespeare persze. darabot balettként is előadni mindennél nehezebb. Főleg úgy, hogy egy új attitűdöt választottál, tehát nem az eredeti Prokofiev 36-os balett jelenik meg előttünk, hanem egy táncszínházi produkció. Bocsánat. Tehát, ha most összegezzük az eddigi próba folyamatokat, akkor ez az új beváltotta a hozzáfűzött reményeket. El kell, hogy mondjam, hogy ez a produkció, bár most egy átdolgozáson ment keresztül, ez már beváltotta egyszer, ez Csehországban korábban talán ismeretes a nézők előtt, vagy akik nem ismerték még, akkor elmondom, hogy én ugye korábban 6 évig vezettem egy csehországi kortárs balett táncszínházi társulatot, és ott én ezt a produkciót bemutattam, és rendkívül nagy sikert aratott, közönségsikert és szakmai sikert. Ez predesztinált arra, hogy én ezt bemerjem vállalni,
ezt a mostani bemutatónkat, de természetesen, mivel ez egy új társulat, ez bizonyos szinten átdolgozásra került, tehát ilyen értelemben ez új szint, új köntöst kapott. Egyébként a kosztüm is, a kosztümterv is nagyon sok elemébe új lett, úgyhogy ez mégiscsak egy új produkció. Úgyhogy ez, azt gondolom, hogy ha ez nagy sikert aratott Külhonban, akkor én abba bízom, hogy hazánkban és városunkban, Székesfehérvárot is megérinti az emberek szívét. És hogy ez mennyire így van? Egy idézet, mert Júlia van itt, szépsége fénylik, és a kripta tőle tündél bártelem lesz, ezt magam is látom, hiszen itt van Krisztina. Milyen lesz az a Júlia, amitől a kripta tündél bártelem lesz? The tomb. Hát igen, nehéz pont a balett. Nehéz, ha nem hiszed a sztori, ha nem 100%-os benne vagy a helyszín. Nehéz, mert sokszor tudod nézed, nem csak a kripta, a balkoni rész is, nézed fel, és úgy kell, hogy csillagot kell látnod, és hogy csak lámpad lógnak fel. Egyszer táncoltam, volt szerencsés, és táncoltam egy ilyen hely, ahol színpadi szabadtéri. És tényleg nagyon csillagok jó, voltak. Tényleg csillagok volt. Attól sokszor visszajönnek az az emlék, és próbálok arra emlékezni. De a kripta rész, ez egy nagyon fájdalmas moment, amit sokszor ezután már jönnek a tapsztren, és tudod, örülni kell, mert már átmentünk és sokszor úgy érzem, hogy még mindig benne van az a fájdalmas, az a sajnál érzés, vagy nem tudom, hogy mondani, és még szeretném mosolyni, mert a közönséghez várniak, de nehéz, meg mindig nehéz, mert nagyon bemerülök. Belemerültél a szerepte. Igen. No, tehát akkor minden a legjobb úton halad, én azt gondolom. Ez egy pupillatágító darab lesz minden. És hadd búcsúzzam tőletek Caroline Spurgeonnal, aki azt mondta, hogy a Romeo és Júlia fény a meghatározó motívum minden embernek, annak minden formája és manifestációja, a nap, a hold, a csillagok, a tűz, a villámlás, a fegyverek torkolattüze, idézőjelben, a szépség és a szerelem tükröződő fénye, mondja ő. És én azt gondolom, hogy ezt fogjuk majd látni. És köszönöm szépen mindnyájatoknak, hogy megtiszteltetek bennünket. Ezen a négy adásban nagyon érdekes volt a beszélgetés, és kiderült, hogy jó kezekben van a Balettszínház. Remek társulatot sikerült összegyűjtened, és ezt köszönjük. És nem előre köszönjük, hanem még a Romeo és Júlia előtt, de az összes többi után. Én pedig szeretném megköszönni a megtisztelő meghívást, hogy itt lehettünk, hogy ez az üzenet, a Balettszínház üzenete eljuthat a nézőkhez, ez nagyon-nagyon fontos, és előre is köszönöm a bizalmát és a szeretetét a nézőinknek, és remélem, hogy minél többen eljönnek és megnézik. Nem csak a Róma és Júlia produkciónkat, természetesen most elsősorban azt, de a többi bemutatónkat is. Most köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. Kedves nézőink, nem maradt más hátra, mint elmondjam, hogy május 12-én van a premier, ahogy hallottuk az adásban, talán még lehet jegyet vásárolni a Vörösmarty Színházban, de azoknak sietniük kell. Utána pedig megnyugtatásul mindenkinek mondom, hogy lesz még számtalan előadás, úgyhogy aki a balettet még nem látta, de terve vette, az minden bizonnyal eljuthat és megnézheti ezt a csodát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!